azért ez a 20-30-as kezdés azért az egész napra rányomta a bélyegét, hiszen tudtuk, hogy egy komoly derbi következik, hosszú volt a nap, izgalommal teli. Azt gondolom, hogy nagyon, nagyon jól sikerült azt a taktikai elképzelést megvalósítani, amiről az edző beszélt nekünk most már a Kaposvár meccs óta. És ezt nagyon jól sikerült megvalósítani, ezért igazából a Fradinak olyan hatalmas 100%-os kidolgozott zicsere, mint az elmúlt időszakokban az ellenfelek ellen nem volt. Szerintem jól játszottunk, Fradinak igazán gólszerzői lehetőség nem is volt. Hát örülök neki, hogy nyertünk, szépen szervezeten játszottunk, próbáltuk beállni, védekezni és a kontrára játszani. Volt bennük egy kis druk, egy kis félsz, hiszen a Fradi azért elég jó eredményeket produkált, függetlenül attól, hogy most Siófokkal, Egerre vagy Pápával játszol, azért azok a győzelmek, ahogy nekik az sikerült, az elég meggyőző volt. Mert azért volt bennük egy kis félsz, hogy ez már azért egy alakuló jó Fradi, amire szüksége van a magyar labdarúgásnak, de ezek szerint van egy még jobb Honvéd. Mindenki felszítva magát a meccsre, mindenki 110%-ot adott. Hát nagyjából ennyi, meg hogy ki tudtuk venni a kulcsjátékosokat, Bödét, Jennert, szerintem a harmadik, negyedik hely szerintem elérhető, nincsenek is messze 5-6 pontra, mondjuk a videóta most kicsit elhúzott, de szerintem befoghatóak. Nagyon jó volt ma a védekezésünk, nem csak a védelem, hanem az egész csapat védekezése. Rengeteg gólt kaptunk idén, talán ennyi gólt egy szezon alatt, amióta itt vagyok, sőt biztos, hogy nem kaptam a Honvéd címeiben, nagyon sok gólt rúgunk viszont ellenben. Viszont ma tényleg az volt, hogy annyira jól meg volt szervezve az egész védekezésünk, rengeteg blokkolt átlövés volt, kifejelt beadás, utolsó pillanatra mentések, hogy tényleg ma annyira rám nem volt szükség, hála Istennek, hogy a csapat abszolút érdemel ez a mai győzelem. Tippelj, totózz és játssz a 6-3.hu tipligáiban, ahol hetente több százezer forint kerül kiosztásra.